Érkeznek a táborozók a Tolnai Dunapartra. A gyerekek a magház munkatársainak köszönhetően hétfőtől csütörtökig tölthetik el szervezett keretek között a szünidőt. Most épp a sárkányhajózással ismerkednek. Tegye fel a kezét, aki még nem ült sárkányhajóba. Én még nem. Oha. Jó, akkor megmutatom nektek, hogy hogy kell levezni. A sárkányhajózás, bár rendkívül izgalmas és élvezhető sport, mégiscsak veszélyes üzem. Éppen ezért elsőként a táborozók rövid oktatást kaptak. A jobb kezével felülről megfogja ezt a keresztalakú részt, a bal kezével pedig, mint egy bicikli kormányt, megfogja itt, ahol a lapát fekete része, tolla véget ér. Így, mint egy bicikli kormányt fogd meg. Az lesz a lényeg, hogy egyszerre elvezzetek, rendben? Tehát, hogyha nem megy egyszerre a hajó, akkor billegni fogunk. A rövid felkészülés után a kicsik aztán egyesével beültek a hajóba, így már mindenki a saját bőrén érezhette, milyen fantasztikus élmény is egy ilyen túrán részt venni. Ellökjük magunktól a stéget, vagy a bárkát, és egyszerre próbálunk evezni. Amikor azt mondom, hogy hopp, akkor rakjátok bele a lapátot a vízbe, figyelj! 3, 2, 1, és hopp! Dobolni kellett. Hogy kellett dobolni? Mire kell figyelni? Hát te irányítasz itt mindenkit. Hogy a Milán meg a Barna egyszer elvezzen, és hogy én kövessem, hogy hogy kell dobolni. És milyen volt ott előülni? Nagyon jó volt. Amint a gyerekektől megtudtuk, a sárkányhajózás tényleg igazi csapatmunka. Együttembe kellett a többiekkel evezni. És mennyire nehéz ez? Nem nehéz. Mire kell figyelni? Arra, hogy együttembe evezzünk. Mit csináltatok még eddig a táborban? Gokártoztunk, meg volt ugrálóvár, meg lehetett bent csinálni, amit akarsz. És miért jó ez a tábor? Hogy látod te? Még nem voltam, de nagyon tetszik. A Tolnai Lapátolna Egyesület tagjai rendszeresen részt vesznek a helyi táborozó gyerekek programjaiban. Nekik ez a féle szívügyük. 8-10 éves kortól már jöhetnek a gyerekek. Mint említettem, nem feltétel az úszástudás. Felső korhatár nincs tulajdonképpen, vannak 60 pluszosok is, tehát igazolt versenyzőknek van ilyen korosztály is, tehát versenyezhetnek 60 pluszosok, sőt nekünk volt egy tagunk 78 évesen még evezett, úgyhogy hát igen, az alsó korhatár azért ilyen 8-10 év körül. Van 20 evezős ül benne párosával, illetve van egy dobos és egy kormányos. Ez nagyon stabil vízi jármű, az egyik legstabilabb, nem borulékony, tehát gyakorlatilag aki nem tud úszni, az is jöhet, szeretettel várjuk, de mentő mellén természetesen biztosítunk. A 20 evezős egymás mellett ül padokon, és előrefelé eveznek. A dobos az első evezőst nézi tulajdonképpen, az ő ritmusát figyeli, és ahogy beleteszi a lapátot a vízbe, úgy adja az ütemet, úgy dobol, és ezáltal összhangot teremt az evezősök között. Nagyon-nagyon sok szeretettel várjuk a fiatalokat, az idősebbeket, bárkit, hogy tulajdonképpen újrainduló egyesület vagyunk, nagyon kevesen vagyunk, kevés a taglétszám, úgyhogy bárki jöhet. Hát a fiam Zsolt 10 éves volt, amikor tulajdonképpen csatlakozott. Először dobosként kezdte, nagy szeretettel és nagy örömmel ült mindig a dobon, de nagyon várta, hogy versenyezhessen, evezhessen, és most már a kormányzást is nagyon profi módon csinálja, tehát így lehet úgymond váltani a feladatot a gyerekeknek. Na de kanyarodjunk vissza a táborhoz. A szervezők már sok-sok éve gondoskodnak ugyanis arról, hogy Tolnán a gyerekek hasznosan, szervezett keretek között töltsék a szünidőt. A programokat próbáljuk úgy összeállítani, hogy mindenki tetszésének megfeleljen. Hát vegyes a tematika, van benne sport,
mi mozgás minden nap van, hogy azért a gyerekek le tudjanak fáradni, és akkor mellé még illesztünk olyan programokat, amik az ügyességüket fejlesztik, vagy tanulhatnak is egy kicsit. A mai nap még a vizes programról fog szólni, mert lesz még egy habparti. Aztán a holnapi nap is lesz víz, nem lesz hiány vízbe, mert átmerünk az úszodába, a gyerekek nagy örömére lesz pancsolás, illetve lesz kézműves foglalkozás is holnap. Aztán csütörtökön planetáriumba megyünk, illetve hangszerkészítés lesz, még a csütörtöki program, Kovács Gábor muzsikussal, és pénteken, amit már nagyon várnak a gyerekek, hogy ki mit tud lesz, ott mindenki előadhatja a saját produkcióját, és hát természetesen a Magház profiljának megfelelően fogunk kemencés sütést is elkövetni, most hot dog fog készülni idén, és a pénteki napot, az egész tábort egy kis VR játékkal fogjuk zárni. Tolnán tehát minden adott ahhoz, hogy a gyerekek hasznosan töltsék el a nyári szünidőt.